Sziasztok srácok, én Dani vagyok, és szeretném megmutatni nektek, hogy hogyan tudjátok megszerezni a Legend in the Making Achievementet a Call of Duty Vanguardból. Stalingrádban kell megvédenünk a partizánokat úgy, hogy egyszer sem lőhetünk mellé. Ez annyit akar, hogy ha célkeresztbe fogunk valakit, és a lövést követően véletlen valami oknál fogva elhibázzuk a lövést, akkor sajnos újra kell kezdenünk a legutolsó checkponttól. Ettől fogva soha, de tényleg soha ne lőjél olyan ellenségre, amelyik mozgásban van, és az egy helyben álló ellenségeknek is figyeld a testtartását, hogy nem akar-e hirtelen arrébb menni, vagy visszabújni a fedezékébe. Minden egyes lövésnél használd a Steady Aim funkciót, aminek segítségével a karaktered a levegő lentartásával néhány másodpercig szinte mozdulatlan állapotban tudja tartani a célkeresztet. Páncélozott járművekben utazó embereket ne próbálj meg kilőni, mert szinte biztos, hogy mellé fogsz találni. Ez alól csak az úgynevezett half-truckban gépfegyvert kezelő katona kivétel. Természetesen rá minden további nélkül lőhetsz. Fontosnak tartom még figyelni arra, amit a partizán társaink mondanak. Sokszor nagy segítséget tud nyújtani, ha tudjuk, hogy mikor jönnek újabb ellenségek jobbról, vagy hogy mikor kezdenek el lőni ránk a szemben lévő épületek ablakaiból. Szerintem minden hasznos infót elmondtam neked annak érdekében, hogy a lehető legkönnyebben megszerezd az achievementet. Köszönöm a figyelmedet, ha úgy érzed, hogy segített neked a videóm, akkor mindenféleképpen iratkozz fel a csatornámra, mert még rengeteg hasonló tutoriált fogok készíteni nektek. Nyomd meg a like gombot és írd meg a véleményedet kommentben. Thank you.